Hello mindenkinek, Erbit vagyok, és újra itt vagyok egy kis Minecraft-tel, így nem tudom mennyi idő után. Szóval, a lényeg az, hogy ugye ez az zúgás, ez elég zavaró, vagy hát sistergés, és ezért most úgy állítottam be, hogy csak akkor veszi fel a hangot, hogyha egy lenyomott tab billentyűt, ami viszont lehet, hogy így kicsit gáz lesz majd a mozgáshoz, meg stb., de legalább nem fog állandóan zúgni. Ezt majd, erre majd rá fogtok jönni. Hogyha úgy befejeződik a zúgás, akkor én kikapcsoltam a, vagy akkor nem nyomom a tabot. Továbbá, vannak előre nézeteim, hogy mik lesznek ebben a részben, ezt nem lövöm le, majd meglátjátok. Szóval vágjunk is bele. Az első, amit csinálnék, az favágás. Az azért, mert azt hiszem, hogy nincs elég fám ahhoz, amire készülök. Csukjunk meg. Kell egy balta. Jó. Egyébként nem sokára vége az iskolának, még 3 hét. És hát, várom is, meg nem is. Ugyanis imádom a szobatársaimat, nagyon jól el lehet velük lenni, de viszont az iskola az úgy annyira nem a kedvencem, szóval inkább jönnék vissza dolgozni. És hát ezért mondom azt, hogy várom, hát úgy várom is, meg nem is, hogy vége legyen az iskolának, mert akkor jövök vissza dolgozni, illetve hát vége az iskolának. Ez úgy mindenkinek jó hallani, hogy juhú, vége az iskolának. De amúgy kicsit beteg vagyok, köhögök, még néha, de el vagyok. Szóval, és betegen mentem iskolába téliszünet előtt, szóval elég gáz volt. Na de mindegy, túléltem, túl fogom élni még ezt a 2-3 hetet, és aztán vége. És jobban bírok majd koncentrálni a videókészítésre, ugyanis hát, hogy is mondjam, elhanyagoltam mostanság egy kicsit, amit röstellek, de hát most egy koleszba nem tudok videót felvenni, ez, még hogyha hiába is mondogattam azt, hogy lehet, hogy már megpróbálom, próbáltam, nem megy. A koleszba videó felvétel az egyáltalán nem egy előnyös dolog. Jaj, már, de ez... piszkálja már, én ezt akarom. Na jó, akkor nem vágjuk ki. Szóval, koleszba a videót felvenni nem egy előnyös dolog, nem is lehet, ugyanis akkora hangzavar van állandóan a szobában, az egyik telefonál a barátnőjével, a másik telefonál a barátnőjével, a harmadik az feltolja maximumra a zenét, a negyedik meg elnézést, mondtam, még egy kicsit beteg vagyok. Szóval a negyedik az meg, mit tudom én, 5-en vagyunk egy szobában, nem lesz éppen jó. Vagyis nem lenne éppen jó a videókészítés. Szóval, amint megvagyok az iskolával, stb., addigra remélhetőleg lesz elég pénzem új gépet is venni. Most majd 15-én kapom újra a fizetést, ez egy 500 euró. Hát 1000 euróba kerül az új gép, amit szeretnék majd venni. Ez amint meg lesz, csinálok róla vagy videót, vagy egy bemutatót, mert hogy igen, na egy bemutató videót, illetve egy ilyen teszt videót, videó is lesz természetesen, hogy miket bír ki, veszek fel játékvideókat, hogy úgy mit tud. Ups, megbántottam egy kicsit ezekre, szóval veszek fel játékról videókat, hogy miket bírna ki. Amiről nagyon szeretnék, az viszont a Borderlands 2, ami nekem nagyon tetszik, és imádom is. Rengeteget játszottam vele, mostanság már annyira nem, de viszont... Hát, olyan fél éve. Nincs annyi, kevesebb. November körül rengeteget játszottam vele, és imádtam azt a játékot. Tényleg nagyon... Vagyis hát az egyessel játszottam rengeteget, azt kiakasztottam. Az egyesnél éppen a DLC-knél vagyok,
hogy majd azt végigjátszom egyszer talán. Itt ki kéne vágni. És mégis megint csak elnézést, mert hát nem jó dolog ez a köhögés. Ezt viszont most nem tudom hova tenni. Egyébként most elengedtem a tabot, szóval hallhattátok, hogy úgy nem volt hang, vagy úgy nem volt sistergés, megkönnyebbülés a fülnek. Van ilyen sajnos, hogy bajok vannak. Új gépnél viszont már remélhetőleg nem lesz ilyen. Na, oké, alszunk. Valószínűleg a... fogalmam sincs, mivel van baj. Valószínűleg a... nem... pontosan nem igazán tudom, de... koszos a jack bedugója a laptopnak, és azért, és ezért van ez a sistergés zúgás. Fogalmam sincs egyébként, ez lehetséges, ezt akár mondták. De 100%-ra nem mondom azt, hogy biztos. Szóval azért nem mondom azt, hogy ez biztos így van, mert az oké, hogy elektronikus vagyok, de hát én nem számítógép elektronika, hanem kell valakinek villanybekötés, és akkor azt megcsinálom. Ilyenek. Egyébként igen, a suliba, ugye mennyit beszélek a koleszról, de nem mondtam még el, hogy mit is tanulok igazából. A suliban én, elmondtam? Lehet, hogy elmondom, mindegy, elmondom még egyszer. A suliban én elektronikát tanulok, elektrotechnikus leszek, azt hiszem. Elektrobetriebstechniker, igen, valami elektrotechnikus. És egyébként imádom. Szóval, hát most rengeteget tanuljuk ezeket a... De jó lenne tudni magyarul, hogy hívják. Na látjátok, ezért rossz az, hogyha valaki... más nyelvet tanul, és más nyelven veszi fel a videóját. Vidastand. Aki tudja, hogy mit jelent az... Ellenállás. Ellenállás. Jó, oké. Okay. Szóval... ellenállásokat tanuljuk, a soros kapcsolását, meg... Most ebben a 10 hétben, mégis... Mi a... Azt akartam. Ez ilyen sajátos cenzúra... Azt akartam. Létrát akartam. Mászkálik itt oda-vissza, és nem tudom, hogy mit akartam. Ez akkora szar. Amúgy, nekem kurvára tetszik ez a háromdimenziós mecsere. Ez milyen vagány már? Tadám! Egy tetőteret akarok építeni, ide, csapóajtóval. Ami... Jaj, hát megvan még, mit akartam. Új hangja van a létrámászásnak. Tök zsír. De jó, hogy nincs nálam kő. Pedig kő az mindig kő. Szóval... kell kő, mindegy, ezt így áttesszük ide, így né, ezeket meg átdobáljuk. Szóval, egy tetőteret akarok csinálni a házamnak, ami hát remélhetőleg hamarosan sikerülni is fog, mármint, hogy el is készülök. 9 percnél járunk, legalábbis a stopperom azt mutatja. Van még egy kis időnk, meg lesz. Csak fa kő. Mert a fa az nem, mármint hogy de fa kő, de az nem kő. Mármint hogy, na. A fa kő az, na, a fa kő, de mégse kő. Mármint hogy... ez ilyen parasztos, hogyra hagyja meg? Parasztos tájszólás. Kő. Nekem kő a kő.
Na, ez ilyen nincs. Akartam zenét is bekapcsolni háttérbe, csak azon filóztam, hogyha most bekapcsolok a háttérbe egy számot, akkor, hogy az bünteti a YouTube-on, hogy az úgy személy, vagy ilyen jogsértésnek számít, mert hogy tudjátok, van ez a privacy, micsoda, hogy ugye nem lehet csak úgy számot felrakni, addig még hát nem izész rajta valamit, vagy mit tudom én, és hogy nem tudom, hogyha én így a háttérbe veteszek egy számot, az annak számít-e. Ezt légy szíves, nagyon megköszönném, hogyha valaki ezt nekem leírná, mert hogyha igen, hát akkor természetesen nem teszek fel számot, de viszont hogyha nem, akkor hát jó lenne, mármint hogy úgy ilyen kis háttérszám, háttérzene, háttérzaj, az úgy mindig tök jó, ha van valami jó persze. A csapóajtót akartam, illetve kerítéssel fogom majd körvenni, így gondoltam én, ez nem csapóajtó. De jó lenne tudni, hogy ez kell. Most mit csinál, minek csináltam? Nem is így. Megvan, tudom, megvan, eljött. Nem, ez se az. Ez se az. Csapóajtó, ez Istenbe kell. Hát ilyen nincs. Így, jó van. Ugyanúgy, mint az ajtót, csak ezt így fektetve. Na de ide viszont most valahogy ide kéne dobni egy ilyen csapóajtót. Hú. Nehéz lesz. Azt hiszem van egy ötletem. Körbeveszem, és ezt majd lépcsőbe itt szépen megcsinálom. Na de itt viszont most tudni kéne, hogy ki lehet jönni. Nem lehet kijönni. Nagyon jó. Megvan, hogy mit kell, mit rontottam el. De ne! Lászás közben annyira nem szeretek dolgozni. Így. És így most, hogyha minden igaz, ki tudok ugrani. Tökéletes akartam mondani, csak azt hiszem pont kinyomtam a tabot. Hát, azt alatt. Ezt letüntetjük és ide rakjuk. Oda, úgy. Hát elég gáz, de most mit csináljak, emberek, mit csináljak? Jó, szóval, ott tartottunk, hogy kerítés. Most csináljunk inkább üveglapokkal, mert így nem kerítés jobb. Egy faház, a fakerítés az jobban néz ki szerintem. De most a tényleg kevés időm van, sajnos. Jó, persze nem muszáj tartanom magam pontosan a 15 perc lesz, de most szerintem ti se akartok végignézni egy fogalom sincs 50 perces videót egy húzamba. Még hogyha Minecraft, akkor sem, meg hogyha mit tudom én. Azért ez milyen unalmas már. Szóval inkább valahogy úgy oldanám meg, hogy rövidebb legyen. Valószínűleg most 10-valahanyadika van, fogalmam sincs. Hú, vasárnap. Valószínűleg még ma fel fog kerülni a videó, vagy hát úgy holnapra. Ha nem, akkor a jövő héten. És hát ez nektek azon a héten lesz, de nekem az úgy jövő hét. Most azon gondolkozom, hogy hanyadika van. Jaj, de nehéz kérdés. Csütörtökön volt 10-e. 11. Péntek? 12-e van. Jó van, ügyes vagyok. Na és valami vagányat kéne itt csinálni ebből a kerítés sorból. De az majd a következő részben. Most egyelőre ez így elég unalmas, nem leszedem még azokat, amit csinálok. Ez most elég unalmas rész volt. Nem is volt annyira hangulatos a dumám.
elég egyhangú volt a beszélgetés, mert a beszélgetés, de ügyes vagyok. Szóval elég egyhangú volt, ahogy én itt dumáztam, meg stb. Hát sajnálom. Most ez így jött ki. Este van egyébként, és nem akarok nagyon kiabálni. De csak most bírtam felvenni a videót. Eddig nem úgy éreztem magam. Nem betegség miatt, de ezt most adjuk. Szóval eddig most úgy se tegnap sem, nem úgy éreztem magam. És hát nem akartam. Nem volt kedvem úgy semmihez. Nem szerettem volna a videót felvenni olyan hangulattal. Ide fáklyákat, így a sarkukba. Ez jó néz ki. Vagy minden második izére. Kerítésre. Na jól van. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha... Nézzétek meg a többi videómat. És hát iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még tőlem több videót látni, több Minecraft videót, illetve a jövőben több másfajta videókat is, más játékokról. Far Cry 3-ról szeretnék majd, és az csak akkor lehetséges, ha meg lesz az új gép, ugyanis ezen a laptopon alap legkisebb grafikán, semmi extrával, és minden lehúzva a minimumra, hát 17 FPS-t értem el, ami meg hát lenn van a békasegge alatt. És akkor most nézzünk egy kis naplementét. Sziasztok!